A Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei vezetősége bírálta a Kommunálász és a Bodokanál 2013-ra vonatkozó terveit, melyet a 8. rendhagyó községi képviselőtestületi ülésen tettek közzé. Szerintük ugyanis nem tartalmazzák a megfelelő feltételeket a községre nézve. A Kommunálász közvállalat ügyviteli tervével kapcsolatban kifogásolják a terv átláthatóságát, valamint hogy az előre látott munkálatok csak kismértékben vonatkoznak a községhez tartozó falvakra. A Kommunálász közvállalatnál például kifogásoltuk azt, hogy nem látszik, hogy a munkálatok, amelyek belettek tervezve, vajon hol fogják elvégezni, és annak milyen anyagi vetülete van a falvak lakosságára vonatkozóan. A Bodokanálnál pedig szerettünk volna magyarázatot kapni, viszont szerettük volna azt is megtudni, mivel a programban nem látszódott az, hogy a Bodokanál terveze valamilyen munkálatokat Péter révén, hiszen a vízvezeték hálózat katasztrofális állapotban van, több mint 50 éves a vízvezeték hálózat, és igen, minőségtelen vizet iszunk. Szlobodan Mitrovics, a Bodokanál közvállalat igazgatója ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, a fehérvizes kutak esetében mindenekelőtt rendezniük kell a telekjogi ügyet, ugyanis az a terület, amelyen a két kút elhelyezkedik, a köztársaság tulajdonában van. A munkálatok megkezdése előtt a területnek községi tulajdonba kell kerülnie, addig nem tehetnek semmit. Az igazgató azt is hozzátette, hogy a Péter révei beruházásokra az előzetes tervek ellenére az önkormányzat nem különített el pénzt, így a munkálatokat és a kutak üzembe helyezését a Bodokanál a saját eszközeiből végzi majd el. Ahhoz, hogy iható víz legyen Péter révén, szükség van egy víztisztító berendezésre is, amit valószínűleg csak jövőre tudnak beszerezni.